Az Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga idei kiírásában a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub két korosztályban is megmérettetik. Az újpestiek komoly célokkal vágnak neki a bajnokságnak. Páli Gábor edző, az utánpótlás szakágvezetője a vendégem. Szerbusz Gábor, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Ezt azért magyarázzuk el, hogy mi ez az Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga, mert erről még kevesebbet hallottunk. Ez gyakorlatilag Európában a második számú ifjúsági bajnokság. A Bajnokok Ligája az első, és az Európai Ifjúsági Liga, rövidítve EIBL, ez gyakorlatilag 17-18 éve futó bajnokság. Most már egyre több magyar csapattal. Mi idén harmadik alkalommal vágunk neki ennek a sorozatnak. Tavaly évben majdnem sikerült a szuperdöntőbe való bejutás, 2 ponton múlt a második hely megszerzése, ami azt eredményezte volna, hogy bejutunk a szuperdöntőbe, így harmadikok lettünk. Azt a felkonferálásban azt mondtam, hogy két korosztállyal veszünk részt, 16-17 évesek, vagy ezek U16 és U17, tehát nagyjából jól mondtam. Hol állunk, ugye, mert ez nemzetközi európai ebben a korosztályban, hol áll a, mondjuk a Megyeri Tigrisek? Hát én azt gondolom, hogy középmezőny alapvetően, tehát most már inkább a középmezőny eleje felé megyünk. Most az elmúlt hétvégén az U18-as csapatunk kvalifikálta magát a Nemzeti Bajnokság legjobb 16 csapata közé a kiemelt bajnokságba. Ez is mutatja azt, hogy a kadett, illetve junior korosztályra érik be az a munka, amit mi a kicsiktől 6-7 éves kortól kezdve elkezdünk. Tehát fölül már megvan az eredménye. De nemzetközi szinten is azért voltunk Helsinki-be tornán, amit megnyertünk, voltunk Stockholmban, ahol harmadikok lettünk, Berlinbe, ahol második-harmadik helyen jöttünk haza. Tehát azt gondolom, hogy ezeken a tornákon már mindig ott vagyunk az él kategóriában. Említetted, hogy ez a ifjúsági kosárlabda liga, az Európai Liga már több mint 15-16 éve működik. Én pedig azt mondtam, hogy olyan sokat nem hallottunk róla. A magyar csapatok mikor szálltak be ebbe, ha ezt úgy nagyjából tudod? Egyből kezdetén? Nem, ugye ez 98 óta működik ez a sorozat, 2011-ben volt talán az tehát első. Jó, késve igen, azért, igen, bőven igen. Késve. Ez azt jelenti, hogy azóta lett egyre népszerűbb nálunk a kosárlabda, és egyre több gyerek ismerkedik meg a játékkal, és így kerülhetünk ki erre a... Nem feltétlenül, nem? Inkább azt mondanám, hogy a klubok, az utánpótlás nevelő klubok mostanra... Értek be? Értek el oda, hogy a csapatokkal, gyerekekkel? Igen, hogy nemzetközi szinten egyre több klub meg tudja mutatni magát. És nem... hátul kullognak, hanem középmezőnybe vagy akár az élmezőnybe tudnak tartozni. Amit mondtál, mert beszélgettünk az interjú előtt, hogy szép reményekkel álltok oda. Ez abból jön, hogy tavaly 2 ponttal maradtatok le, vagy látod tavaly óta már még a jobb fejlődést? Hát én tavaly óta látom a fejlődést, azért ezekkel a gyerekekkel dolgozom nap mint nap, illetve dolgoznak az edzőink nap mint nap. Illetve ugye a tavalyi évben is egy 3 klubból összetevődő csapat volt az, aki harcolt a szuperdöntőbe jutásért. Vasasból, az Óbudai Kaszásokból, illetve tőlünk jöttek játékosok a 2001-esekhez. Idén az U17-es korosztályban a Rád Géber Akadémiával, illetve a Szentesi Kosárlabda Klubbal működünk együtt, az U16-ban, a 2001-eseknél pedig a Vasas Akadémiával idén is van együttműködésünk, illetve Szegeddel és Szentessel dolgozunk még együtt. Ez azt jelenti, ugye megütötte a fülemet a Rád Géber Akadémia, hát Rád Géber Lacit mondhatom így, aki a kosárlabdával egy picit barátságban van, pontosan tudja, hogy ő ki. Ez a Rád Géber Akadémia, Szentesi,
A Szentesék és az újpesti megyeri Tigrisek, ez adja a tizet, tehát ebből gyúrtok egy csapatot? Igen. Tehát ez egy kis válogatott, lehet így mondani? Hát lehet így mondani, igen, hogy gyakorlatilag a három klubnak van 45 játékosa, a 45 játékosból 12 az, aki utazik erre a tornára. Uh-huh. Gondolom megvan már a sorsolás. Megvan, igen. Milyen nehéz, közepes? Hát én azt gondolom, hogy ha az a cél, hogy bejussunk a szuperdöntőbe, akkor teljesen mindegy, hogy kivel játszunk. Gábor, zongorázzuk végig, igen, mellé beszélsz. Köszönöm szépen, mellé beszélsz. De... Azt mondja, hogy az edzőpáros által vezetett csapatnak lengyel, macedón, olasz, szlovák, észt és magyar csapatokkal kell megvívni a alapszakasz során a mérkőzéseket, és az első vagy második helyet kell elérni. Lengyel, macedón, olasz, szlovák, észt. Ők? Az olaszok azok biztos, hogy erősek. Uh-huh. A macedónokkal ugye most játszottunk éppen a felnőtt válogatottunk EB-selejtezőt, és 2 ponttal nyertünk ellenük. Igen. És hosszú-hosszú idő után a magyar kosárlabda válogatott Európa-bajnok is szereplő lett. Így van, 2017-es Európa-bajnokságon ott vagyunk. Ami azt gondolom, hogy nagyon jót tesz majd a sportágnak, hiszen láthatják a fiataljaink azokat a játékosokat, akik ikonok lehetnek, egy Hanga Ádámot, egy Vojvodát, egy Keller Ákost lehet látni a tévében, lehet látni egy Európa-bajnokságon, ez szerintem nagyon fontos lesz. És lehet érezni azt, hogy van miért dolgozni, hogy oda lehet kerülni. Így van, így van. Mert hiszen ezt sokszor elmondtam, és a kedves nézők lehet, hogy már unják, de példaképek, idolok nélkül nem működik egy sportág. Hát igen. És most itt vannak ezek a srácok, a hangáik, akiket lehet követni. És gyakorlatilag az edzéseken is, amikor egy-egy válogatott mérkőzés volt most az elmúlt 2 hétben, az edzésen is állandóan téma volt a gyerekeknél is, hogy hú, te mekkorát zsákolt a Hanga, meg 9 méterről dobta a triplát. És ugye milyen érdekes, hogy nem azt mondjam, hogy bocsánatot kérek, hogy nem az amerikai ligából, az NBA-ből mondanak neveket, hanem azt mondja, hogy a Hangát láttátok, hogy milyen jó. Igen. Ezért mondom azt, hogy ahogy téged idézlek, ez nagyon fontos a magyar kosárlabda sportnak. Ugorjunk egyet az U16-ra, mert ugye a 2000 születésűeknek egy... Hoppá, majdnem átugrottam. Mit jelent az, hogy szerbedző páros által vezetett magyar csapat? Az U18-as csapatunkhoz az idei évben áthoztuk Stevan Csupicsot. Hoppá! Ő a BSE-nek, illetve az MTK NB1-es csapatának, női NB1-es csapatának volt az elmúlt években a vezetőedzője. Közel 30 éve van a kosárlabdában edzőként, szerb utánpótlás válogatottnál dolgozott, felnőtt első osztályú csapatoknál dolgozott eredményesen. Hát ő vele mindenképpen a szakmai stábunk erősödött. Illetve a Rádgéber Akadémiánál is ennél a korosztálynál szintén egy szerb edző dolgozik, Ivica Mavrenszki. Ő is hasonló kvalitású edző. Én azt gondolom, hogy a gyerekek rendkívül jó kezekben lesznek. A szavaidból ítélve ők ismerik a mezőnyt, tehát ismerik a játékosokat, akikkel együtt dolgoznak majd, hiszen itt dolgoznak a magyar utánpótlásban. Egyrészt, másrészt pedig rendkívül fontosnak tartom, hogy olyan edzőpáros dolgozik a korosztálya, aki ebben a korosztályban is tevékenykedik. 2001-es születésűek. Elérkeztünk Páli Gáborhoz, mert itt a kis súgóm azt írja, hogy a Vasas Akadémia, a Szedeák Szeged, a Szentesi KS és az újpesti megyeri Tigris 4-es adja a 12 fős keretet, amely csapatot a tavalyhoz hasonlóan Páli Gábor vezeti. Mekkora kihívás a tavalyhoz képest? Hány megyeri Tigris van a csapatban? És hát mit vársz majd? Hát a tavalyi Bár évben... itt ezt tőled kaptam ezt a leírást, csak azért vettem vissza a szót, mert láttam, hogy mindjárt köhögsz, és jobbulást kívánok azért. Köszönöm. Mert itt nincsen felsorolva az, hogy kikkel találkoztok. Ebben a
kategóriában is van macedón, olasz, finn, szlovák, magyar, és még egy osztrák is, hogyha jól emlékszem. Nem lesz egyszerű itt sem a dolog, de a tavalyihoz képest azért erősebb lesz a mezőny. Erősebb a mezőny. Igen. Tehát most tavaly évben a 2001-es korosztály az egy induló korosztály volt. Nem volt ennek a korosztálynak előtte torna. Úgyhogy tavaly csak 9 csapat volt, idén már 18 csapat verseng ugyanazért a kettő helyért. Azért a két helyért. Ezek oda visszavágós mérkőzések, vagy valahol összegyűltök és lejátszotok egy tornát, és onnan juttok tovább? Mert azért pontosan tudjuk, hogy ennyit utazni, az nem egy egyszerű dolog. Ez úgy működik, hogy a 18 csapatot két 9 fős csoportra osztják, és két 4-es, tehát két tornát rendeznek minden csoportban, ahol 4-4 mérkőzést játszunk, így mindenki mindenkivel egyszer játszik, és ez alapján rangsorolják a csapatokat az itt elért eredmények alapján, és az első két helyezett a két csoportból játszik egy úgynevezett regionális döntő. Igen, persze. Tehát ez még egy regionális döntő, és ott az első és a második jut be a szuper döntőbe, ahol már gyakorlatilag litván, észt, orosz és mindenféle keleti nemzet csapataival tudja majd összemérni az erejét. Azt tudjuk, hogy hol lesz a csoportmérkőzés, tehát ez a kis... Az U17-eseknek most hétvégén lesz Lengyelországban, Lodz városában egy torna, és január végén Szegeden lesz a második torna. Az U16-osoknak pedig december elején van Prágában, illetve február közepén mi rendezzük a második tornát. Letudtuk a idézőjeles vegyes csapatoknak a dolgát. Azért beszéljünk egy kicsit a Megyeri Tigrisekről, mert a Megyeri Tigriseknél, ahogy szoktuk mondani a szlogent, mindig történik valami. Szóval elkezdődött a tanév, vége a nyári szabadságnak, gondolom elkezdődtek a bajnokságok is. Hány csapatunk van, hol fogunk végezni? Most akkor megelőzök mindent. Hol végeznek a Megyeri Tigris csapatai majd a bajnokság végére? Hát ezt jó lenne tudni előre, de ezt szerintem most még nem lehet megmondani, hogy hol végzünk. Rengeteg munka áll előttünk minden korosztályban. Komoly céljaink is vannak, egyesületi szinten is, nem csak az EJBL-be, hanem a nemzeti bajnokságokban is. Ugye a junior csapatunk a selejtező tornáját megnyerve bejutott a kiemelt bajnokságba, az ország legjobb 16 csapata közé. Ez azt gondolom, hogy a tavalyi eredmény alapján, ugye tavaly is ott játszottak már ezek a srácok, tehát ezt meg tudtuk ismételni, ez mindenképpen jó. És én azt gondolom, hogy a tavalyi 16. hely idén jobb lesz. Uh-huh. Talán már a 8-ba is idén be tudunk csusszanni. Ez lenne a cél, de ha a B-döntőt játszunk, és ott nem a 16. helyen végzünk, akkor is már előre léptünk. A kadettjainknak október 1-2-án lesz a selejtező tornájuk, ugyanígy a kiemelt bajnokságba való bejutásért játszunk. A Honvéd, a Szeged és a MAFC lesznek az ellenfeleink. Itt az érdekesség az ugye, hogy a Szegeddel együttműködve készülünk az Európai Ifjúsági Ligára, és itt pedig egymás ellen kell majd játszanunk. Hát, mit mondjak erre? Ez a sors fintora, de hát megnézzük. Teher alatt nő a pálma, nincs mese. Megnézzük, és ahhoz, hogy el tudjátok vinni a pálmát, ahhoz rengeteget kell dolgozni. Ez így van. Megvannak a gyerekek, megvannak a csapatok, megvannak a trénerek. Jól tudom, mert azért sok helyen vagytok. Meg a feltételek adottak, bár pontosan tudjuk, hogy soha nem elég. Az anyagiak soha nem biztos, hogy mindenre jut elég pénz, de nem is a pénzről akarok beszélni. Arról, hogy biztos lábakon áll az újpesti Megyeri Tigrisek csapata, van jövő, és lehet azt mondani, hogy néhány hét múlva, néhány hónap múlva itt valami jó játékossal ismételten
rendezvúzhatunk, hogyha egy nagy tornáról győztesen hazajöttök? Reményeim szerint igen. Tehát a Megyeri Tigrisek most már 2011 óta folyamatosan növekszik, mint taglétszámban, mint egyesületi csapatok létszámában. Idén most már 23 csapatunk van, beleértve a felnőtt MB2-es csapatunkat is. Most ezen a héten még egy 40 új labdát kell majd vásárolnunk, mert az előkészítő korosztályaink gyakorlatilag fullon vannak, 30 fős létszámokkal működik az összes előkészítő csoportunk, úgyhogy már azon kell gondolkodnunk, hogy hogy tudunk még csoportot bontani, illetve hol tudunk esetleg új csoportot beindítani. Ez azt jelenti, hogy egy 150-160 alsó tagozatos gyerek készül arra, hogy esetleg kosárlabdázó legyen majd 10-15 év múlva, ami természetesen egy jó dolog, de nekünk plusz forrásokat kell azért mozgósítani, hogy ezek a gyerekek megfelelően tudjanak készülni, és mindenkinek a kezébe labda jusson. Én azt gondolom, hogy ez édes teher, ennél nagyobb problémátok soha ne legyen. Mondjátok meg, mindenkinek jusson legalább egy labda. Szerettessétek meg a gyerekekkel a kosárlabdát, ne tekintsék munkának. Akik pedig igazolt játékosokat, azokat tessék ütni, verni, hogy minél jobb eredményeket érjenek el, hogy legyen miről beszélgetnünk legközelebb. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is.